Egy biciklilopással és egy falopással került fel egy kis somogyi falu a legveszélyesebb magyar települések listájára, mivel az adatokat a település lakosságának számához viszonyítják. A 2018-as bűncselekményeket összegző statisztikát a napokban adták ki. Eszerint tavaly 185 ezer esetben indult rendőrségi eljárás Magyarországon. Fegyveres kommandósok csaptak le a napokban egy drogkereskedő bandára kópháza mellett. Az akcióban 3,5 kg kábítószergyanús fehér port, készpénzt és luxusautókat foglaltak le, 5 férfit pedig őrizetbe vettek. Hasonló kábítószeres ügyek, lopások, gyilkosságok és más bűncselekmények miatt tavaly közel 200 ezer esetben indult eljárás Magyarországon. A leggyakoribbak mindig a vagyon elleni bűncselekmények, az összes bűncselekménynek olyan 75%-át ezek teszik ki. Leggyakrabban lopást, kisebb értékre elkövetett lopást követnek el az emberek. A vagyon elleni bűncselekmények nagy aránya ellenére az emberek többsége az erőszakos bűncselekményektől fél leginkább. Míg az ezredfordulón átlagosan 200 gyilkosság történt évente itthon, tavaly 149. Sokan úgy gondolják, hogy úgy lesz emberrel is áldozata valaki, hogy egy ismeretlen megtámadja, betör a lakásába, amit a filmekben látunk, hogy sorozatgyilkosok végeznek az áldozatokkal. Ezzel szemben a valóság az, hogy az emberölések túlnyomó többségét azok ismerősök sérelmére követik el. Az összegzés kitér az egyes települések bűnügyi statisztikáira is. Eszerint például az 50 ezer fő feletti nagyvárosokban Győr volt a legveszélyesebb, az 1000 lakosra jutó kiemelt bűncselekmények tekintetében, megelőzve még Budapestet is. Elkészítették az ország legveszélyesebb településeinek listáját is. A sajátos számolási mód miatt erre többnyire néhány száz fős vagy kisebb falva kerültek fel. A 10. helyen például egy 40 fős kis somogyi falu, Libickozma áll. Náluk tavaly 2 kiemelt bűncselekmény történt, de 1000 lakosra vetítve ez 50-nek számít. Egy bicikli lopásról tudok, de az is előkerült. Úgyhogy nem nagyon van itt bűncselekmény. Nem járnak be olyan emberek. Hogy csendes, nyugodt kis falu. A polgármester szerint ez a fajta statisztika az ő esetükben nem mutat reális képet. 25 személy lakik itt állandóan életvitelszerűen, ugye ez a két bejelentés a százalékban valószínűleg sok, de helyi viszonylatban ezt nem mondanám igazán bűnözésnek. A nemzetközi tendenciákkal egyezően Magyarországon is évről évre csökken a bűncselekmények száma. Míg 2012-ben 450 ezret jelentettek a rendőrségen, addig 2018-ban 185 ezret. Magyarország ezzel a számmal európai viszonylatban a biztonságosabb országok közé tartozik, az utolsó harmadban áll. Az ATV híradót Debreceni Csilla tudósította.